hogy véget ért a zene. Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Már ideig se tudom, mikor vettem fel utoljára egy ilyen epizódot, szóval szerintem csak vágjunk bele. Oké, szóval nézzük is. Ez a játék Emily Wants to Play. Nos, erről a játékról már hallottam ezelőtt, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Hello! Your pizza's here! Na, hello! Ajjaj! Ahogy látom, ide valaki éppen beköltözött. Hát eléggé megkérdőjelezhető módon. Hogyan állt az első hang? Halló? Szia uram! Maga bohóc? Ezt fixen meg fog támadni. Na, megkóstolom a pizzát. Azt nem tudom, hogy hova raktam. Ki a geci vagy? Csá. Nem tudom, én ezzel a bohóccal jobban meg vagyok itt. Hát itt mi van? Itt ilyen sötét van. Hopp, egy lap. Bezártak engem odalent. Aha. Ó, kis térkép. Valakit bezártak, ki kell mentenünk őt. De én csak egy pizzafutár vagyok, főnök. Hát ez nincs benne a munkakörömbe esetleg. Na, ez egy konyha. Mi történik? Te bohóc trollkodik szerintem. Hopp, eltűnt. Ok. Játszunk éjfélkor. Mi lenne, ha nem? Te laptop. Aha, ezek figyeltek, hogy mikor jövök. Aha. Jó van. Trókodsz velem? De ez is elszaladt, nézd meg. Hát jó, nem tudom ezt mire vélni, én csak lerakom ide a pultra a pizzát és megyek. Vagy hát ez lenne az értelmesebbik megoldás. Mi történik? Jó. Ijesztő zene, arra nem megyünk. Erre is tudok jönni, zseni. Hopp, a kis Windows error. Kis kék halál, ott valamit tudok venni. Itt is feltud. Oh! My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know, it's all about Emily. I can't tell him anything about that. Oh! But I'll record myself anyway. Te vagy... Fatal error. What? Ez most real? Már nem tudom eldönteni, annyi ilyen játékkal játszottam, ami csak így random rám crashelt. Aha, continue. Vajon miért? Ez is olyan lesz, mint a... The Survey. Az is ilyesmi volt, hogy rám crashelt, aztán kiderült, hogy nem is crashelt a játék. Ó, most már látom, hogy mi volt ott. Ó, szevasz. Lerakom a pizzát, viszontlátás. Ott a lány. Szia! Ok. Most már itt lesz Emily? Nem. Még jó, mert fatál errort ad nekem. My psychiatrist says I should start recording a log. Bro, ne kopog. Hey! It's all about Emily. Hát mi történik itt, haló? Mit törtetek össze? Nincs a lámpám. Nekem nem mondod, hogy abban a hülye pincébe kéne lejutnom. Csatlakozz hozzánk. Hát akkor menjünk. Szia, hello! Ok. Ja, itt volt az Emily. Szerintem meg akarnak ölni. Gondolod? It's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local cop. Én csak játszani szeretne, ez igaz? Aha. The police have yet to find any leads. The house has been boarded up while the investigation continues. És nem mondod, hogy én most itt vagyok. In other news, time travel is finally. Milyen időutazás? What do you mean? Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked her old house. De jó, vége a műszakomnak. Ugye? De, ezt éppen hallgattam. I guess it really stressed her out. I don't know. Mi történik? Záródnak befele az ajtók és kapcsolódnak le a lámpák. Ez nekem nem tetszik. Én szerintem hazamegyek. Bro, de miért fotocellások itt az ajtók? Basszus. Anyádnak röhög, hey! Szia! Te mit lebegsz itt, haló?
elnézését kérem. What the f*** bro? Ja, hogy... Ó, látom mi a téma. Tehát, hogy nem szabad elnézni. De nem, itt nincs semmi. What the... Te kis troll. Milyen megpaskoltad volna a fenekemet, te majom? Buta vagy? Aha, hova mászol, hülye gyerek? Okcsa. Azt rájöttem, hogy kussolj már óra, mit kéne a óra, hogy ütött az utolsó órád. Még egyszer megszólalsz. Ó, meg. Bata, mit kéne csinálnom most? A barátaim segítettek, ők szeretnek engem. Nincsenek barátaid, Emily. Buta vagy. Ezek... Most nézem, milyen játék teljesítmények vannak itt, hallod. Hajnali egyik túl lehet élni? Tehát, hogy csak random kéne ugrálnom a házban és túlélnem, egészen addig még hajnali 6 nem lesz. Hát, bro, szerintem én ezt kihagyom, de érdekes játék volt, köszönöm szépen az ajánlást. Viszont, eljött az idő, srácok. Hisztek vagy sem? Ez a csatornának az első közreműködése, közös együttműködése egy szponzorral, ugyanis a mai videót nem más támogatta, mint a Genesis. Nézzük is meg, hogy kik ők, és hogy mit adtak nekem kipróbálásra. Szóval a Genesis egy gamer perifériákkal foglalkozó cég, és tőlük fogok bemutatni nektek most két terméket. Az egyik, amit most is viselek a fejemen, az nem más, mint a Genesisnek a Szelen 400-as fejhallgatója. Ez lényegében egy vezeték nélküli fejhallgató, amely lehetőséget nyújt arra, hogy kábelhez kötöttségek nélkül tud élvezni a kedvenc játékaidat. Emellett a fejhallgatón találtunk egy mikrofont is, amely szintén vezetékhez kötöttség nélkül működik a fejhallgatóval együtt, tehát közben is tudsz működni bárhol és bármikor a beszélgetésben. Viszont tegyük fel, hogy nem tudod lenémítani magad, mert nem vagy pont a gép mellett, akkor mit tudsz tenni? Lényegében erre is van megoldás, ugyanis a fejhallgatón van egy külön mute gomb, amivel le tudod némítani a fejhallgatónak a mikrofonját. Ez magát a mikrofon némítja le, tehát lehet, hogy azt látják Discordon, hogy te nem vagy lenémítve, viszont ettől függetlenül, ha te megnyomod itt ezt a gombot, akkor a mikrofon nem fogja felvenni a hangodat. A dolgod igazából csak annyi, hogy bedugod ezt az USB sticket a gépedbe, és már mehet is a gaming, a zene, vagy a videó. Egyébként az USB stick miatt ez ugyanúgy kompatibilis bármilyen konzol, legyen az akár egy PlayStation vagy Xbox például. Amiatt sem kell aggódni egyébként, hogyha játék közben lemerülne a fejhallgató, ugyanis a termékhez jön még egy külön kábel is, amivel tudod úgy használni a fejhallgatót, mintha vezetékes lenne, tehát hogyha éppen kiment a szufla a fejhallgatóból, akkor csak bedugod ezt a kábelt, és akkor ugyanúgy tudod folytatni a játékot, és később felrakni töltőre, ha kell. Szóval működik mindkét féleképpen, és csak rajtad múlik, miképp használod. És egyébként, amit tudok ajánlani a fejhallgató mellé, vagy igazából bármilyen fejhallgató mellé, számomra egyébként ez külön probléma is volt, hogy nem tudtam hova rakni a fejhallgatómat, amikor nem használtam azt. A Genesisnek erre is van egy terméke, a Vanad 500-as, ami voltaképpen nem csak egy fejhallgató tartó, hanem egyben egy egérelvezető is, egy USB port is, és ráadásul még világít is. Ezzel lényegében csak annyi a dolgot, hogy bedugod a gépbe, és már világít is, érintésre tudod változtatni az eszköz színeit, az egérkábel elvezető pedig, hát gondolom egyértelmű. Így néz ki a két termék együtt, szerintem nagyon esztétikus és jól néz ki, akár egy gamer háttérrel, de akár még egy sima irodai gépet is fel tud dobni néha. Én nagyon adom a fejhallgatókat, amik vezeték nélkül működnek, de az a plusz ebben, hogy ez még vezetékkel is működik, tehát hogyha nagyon akarom, igazából bármilyen fejhallgató lehet ez. A fejhallgató tartó meg hát valljuk be, tényleg tök jól néz ki. Funkciója is van, tehát nem az van, hogy ott van és csak világít, hanem konkrétan hasznos is, mivel két USB stick azért mégiscsak jól jön, főleg, hogyha tele van a géped mondjuk. Szóval ez lett volna a két termék, amit bemutattam nektek ma, köszönöm szépen, hogy végighallgattátok, és a Genesisnek is külön köszönöm, hogy odaadták ezt a két terméket tesztelésre és kipróbálásra. Viszont most menjünk a következő játékunkra. Oké, szóval a következő játék az Stonehouse Orphanage. Ez elvileg egy online játszható játék, úgyhogy... Unity, zseniális. Hoppá.
play, vágjunk bele. Kipi kopi. Oh, hello. Szia, sister, Mária nővér. Szia, néni. Te kedvesen nézel ki. Te vagy a Mária nővér, szia. Mit tehetek érted? Hát fogalmam sincs igazából. Ó, válasz lehetőség. Oké, szóval két választási lehetőség. Egyik az, hogy lényegében fekete-fehéren megmondjuk neki, hogy miért vagyunk itt. Igazából nyomozunk, eltűnt gyerekek után ebben a létesítményben. Elvileg itt eltűntek gyerekek. Vagy megjátsszuk azt, hogy á, fia, hallottam róla, hogy milyen jó vagy, mert adjál már egy ilyen, nincsen room tour, figyelj. Játsszuk be a room tour-t. Tudom, miért vagy itt. Hát ez jó kör volt. Az eltűnt gyerekekről van szó. Ha ezért van egy kamera az arcodban, 1 perc 20 másodperc, köszönj a YouTube-nak. Oké, vágjunk bele. Veszem, Mária néni, figyelj, kamera, fények ott a Széchenyi portré a háttérben, zseniálisan néz ki, figyelj. Mesélj arról, hova tűntek a gyerekek. Mit szeretnék tudni? Na, mit kérdezzünk, srácok? Kérdez felelek videóban Mária nénivel. Egyedül futtatod ezt a zárva házat? Kik voltak az eltűnt gyerekek? Hol vannak a gyerekek most? Szeretném látni a zárvaház többi részét is. Egyedül futtatod ezt az egész bizniszt? Ha egyedül, az... Hogy? How? Mennyi gyerek van itt egyáltalán? Egy életmunkája, de ez az én hivatásom. Na jó, van, vezess körbe, Mária néni. Vágjunk bele. Haj. Hol vagy? Menjél csak előre. Veszem kamerával. Mária néni. Mária néni, ne trókodj. De olyan gyorsan forog ez a kamera. Halló. A haltet nem egy ember fősz, hanem mindig más. Az zseniális. Kimérgezte meg a gyerekeket. Mindannyian egymásról gondoskodunk. Hát ez milyen szép. Milyen kis kellemes közösség ez. Ott egy kis bableves. Egy kis rozsdás leves. Mária néni, figyelj, belekóstolok a levesedbe. Azaz. Le is szürcsöltem. Aha, persze, hogy szar. Nem lesz ilyen kamera stabilizátor, lehet, hogy kellene. Itt alszanak a gyerekek. Aha, kettő... Mi? Egy ágy van megterítve. Vagy megterítve? Bevetve. Este szoktak imádkozni. Jó, van Marika néni, vagy Mária néni, az már 6 perc lesz. Legyünk 10 perce, meg kell lennie. Aha, kicsit szédülök. Azt gondolom, jó volt a levesed. Aha, azért van egy ágy megcsinálva itt, hogy lefeküdjek oda. Mi? Szerintem itt nincsenek is semmi gyerekek. Aha, hagyjam ott a kamerát. Persze, még letöröd a felvételeket. Ez már felhasználható bizonyíték, kérlek szépen. Várja, ide rakjam le. Ó, oh, de szép szál legény vagyok, figyelj. Mária néni az ott nagyon... Ó. Oh. Ó, oh, elnézést kérek, Mária nénit. Szia Mária, hogy vagy ilyen magas, te jó ég? Mi vagy te a Resident Evil 8-ból az a vámpírcsaj? Jó éjszakát kívánok, Mária néni. Sokkal jó! Tentacle boy! Aha, szerintem meg fog zabbantani. Bro! Aha, Mária néni elkapta a grabáncomat. Hú! Ez lett volna a kőház... Árvaház. Kőház, árvaház, érted? Köszönöm szépen az ajánlást, egy érdekes, rövid horror történet volt. Viszont akkor menjünk is a következő játékra. Oké, okay, szóval a következő játékunk az pedig az a Fears of Phantom Home Alone. An episodic horror? Nem tudom, mire kéne ilyenkor gondolni. Remélem nem maradok ki semmiből az, amiatt, hogy nem játszok mondjuk a többi résszel. Ha van egy Fear Phantoms... Ja, nem mondod, hogy ez olyan... dolog, hogy... valakinek van egy ilyen horror story, és valaki ezt megcsinálja egy játéknak, mert ez tök jól hangzik. Discord episodes. Home Alone. Ó, itt van még egy epizód. Episode playtime. 20 perc, azt mondod? Meglátjuk, srácok. Lehet, hogy mindkettővel játszunk, de lehet, hogy a másikat, a Norwood Hitchhike az átmegy mondjuk egy következő részre, vagy valami. Ha esetleg, mit tudom én, ezt szavazzátok meg a 20. részre, hogy ezt játszok újra, akkor értelemszerűen a Norwood Hitchhike-kal folytatjuk. De akkor most nézzük is meg, milyen a Home Alone, ami az ilyen címe a dolognak. Július 12-e.
Szerintem csak elkezdem. Aha, tehát tényleg egy ilyen történetmesélés van folyamatban. Nyár közepe volt, hát július 12 az igen nyár közepe. Szüleim elmentek a hétvégére valamilyen munkaügyben. Emellett úgy érzem, említenem kell, hogy az alvás bioritmusom nagyon fel volt borítva, hát mint mindenkinek nyáron. Aha, 8 körül felkeltem, miután pihentem este 80 gondolom. Ó, oh, Jézusom. Ó! Oh. Tehát, oké, okay, ez anyu, itt meg Mason Oliver, nézzük mit mondott anyu. Aludjál el időben, hát ezt látjuk mennyire sikerült. Remélem, megkapom az Xboxot, fiam, megkapod a mountain bike-ot is, csak fogd már be. Meghívhatom Mason-t és Josh-t az estére, házi feladathoz, hát ugye persze. Persze kicsim, nyugodtan, ha kell valami hívjál. Na itt van Mason Oliver, haver srác. Jó, jó. Ja, tudunk Mario Kartozni, oh, oh, persze, majd mondom, oké, okay, hívom Josh-t is. Nem biztos, hogy eljövök, haver, figyelj, mert nettel vannak terveim, jó. Whatever. Igazából én csak izét akartam, beállítás, mert ez az egérzékenység a halálba fog vinni engem. Oh! Ó, ez a játékban megy, hát esküszöm nem tudtam megmondani. Szomszéd be like bruh. Most ilyen térfigyelő kamera módban vagyok jelenleg. Igen, van házi feladatom, de előtte ennem kéne valamit. Együnk, mit tegyünk főnök? Te ez a lámpa még mindig nem állt le, hallod. 1890-ből lámpa itt áll mellettem, tényleg. Csodálom, hogy még senki nem szólt be miatt egyébként. Crouch. Ó, ez már nagyon tetszik nekem egyébként. Ó, kész a lazanyi. Jó van. Csak kinéztem, mennyi az idő. Ó, hátsó kert. Zseni. Beledobom a izébe, medencébe. Na, most már így aztán tényleg finom lesz. Zseni. Off, ajtó verekszik velem, érted? Még van mersze. Oh, dog, what a dog do? Ki a bazd meg, kutyáid azt sétáltatod. Nesze! Várjál, mit csinált? Kutyával játszol, ajánlom. Szomszéd itt trollkodik velem, érted? Ha mindjárt följön van anyára, Jefferson bácsi mi a szart csinál, már megint hallod? Már megint azt csinálja. Na, egyé. Az a kedvenc műsorom. Jaj, de finom. Azt csak így kézzel bemarkoltam, így. Azta. Na, nagyon finom. Ott megy a az kedvenc műsorom. Csávó a rövid nadrágban. Vajon hova mehet most, úristen? Úristen, mekkora tükör? Ez egy ijesztő film. Na jó, ennyi elég volt a Sims TV-ből. Mason Oliver. Hallott fal éppen a kajakómás vagyok. Ó, nem jó. Hála a jó végnek. Ne maradj fent, gyerekek. Ha egyedül vagyok, miről beszél? Nehogy halljak megint Miss Paula. Miss Paula és Snitch. Tőle nem fogsz hallani, ha rajtam múlik. Miss Snitch. Miss Snitch. Tényleg. Bekamúzza itt nekem, hogy fennmaradok ilyen hajnali 3 óra 45 percig. Na jó van, most milyen rémálma. Hajnali 1 óra 16 perc. Na most ezért vizet fogok inni. Ilyen hangosan csöpög a csap? Ki tudok menni a házba? Hogy véget ért a zene hang? Azt tudod! Amen! Kis kresett a játék! Hallod? Jó, megyünk vissza, hallod. Ez tetszett. Ez tetszett. Az a hirtelen pont, hogy realizálod, hogy valami nincs rendben. Ah, ez rohadt jó volt. Remélem volt valami mentés, vagy újra kell játszani itt az egészet most. Aha, újra kell játszani. Jó, nem nézünk, nem megyünk ki az ajtó. Anya azt mondta, hogy kukucskáljunk keresztül azon kis szaron. Szóval most ezt fogjuk tenni legközelebb, amint odáig eljutunk esetleg. Bro. Ez a kattogás egyre hangosabb. Mi történt?
küldött egy képet, Mutter, jaj. Nem tudom ki, megyek aludni, hagyja. Elbújtam, jó? Nem hiszem el, hogy ilyeneket küldözget nekem, majd trollkodik velem, hogy valaki van az ajtónál. Hoppá. Paul azt küldte nekem. Valaki nagyon nézeget a... Hívjuk a rendőröket. Nem tudom, hogy kell bezárni, megyek, elbújt. De milyen gyerekek, egyedül vagyok, miről beszélsz? Kettős látásod van. De milyen gyerekek, egyedül vagyok. Meg... Nem tudom bezárni az ajtókban. Az bejött a házba. Talált egy beutat. Ding ding! Hagyj üsselek szét! Várjál, ez egy csali, hallod, betörte az ablakot. Most azt várja, hogy oda menjek az ajtóhoz. És aztán majd megtámad hátulra a betört ablakon bejöve. Trollkodik velem. Azt hiszi, hogy sok esze van. De túl sok horror játéka játszottam, hogy tudjam, hogy ezt játsza. Paula van a háznál? Nem hiszek neki. Nem akarok hinni. Várjál? Megnézzük a... Ez fixen nem ő. Mert Paula van... De nem fogom kinyitni. Rohadjon meg Paula ott, ahol van. Snitch csak amúgy is. Paula egy snitch. De amit tud, az... Nincs. Mi? Szóval abba fogja hagyni, vagy tényleg nekem kéne lemennem és verekedni vele? Paula, megboxollak, ha... Ha még Paula is van ott lent. Ha még Paula is az, aki lent van. Ki van a szobában a szüleimnek? Ez jó, ez nagyon magyar mondat volt. Ki trollkodik ott, és... Rendőr! Azaz, kapd el, zsernyák! Oh yeah! Megnyertük! Hú! Jó kör volt! Csak Paula is megpróbált megtrollkodni. De várja, most lemegyek. Megverek mindenkit. Szüleim szobájában lesz valaki most? Ó! Bejött az ablakó. Ez az ablak tört be. Ó! Már megyek. Ó, volt ott valaki. De megijedtem. Jó, de ki is crashelt, szóval. Oh, man. Ez tetszett, ez tényleg jó volt. Mert nem csak azért, mert hogy húha, túléltük meg mindent, de nem, ennek volt egy tök jó üzenete is például. Egyedül vagy otthon, valami szemét kopog, meg a szüleid szobájában valami árnyék van. Bújj el az ágy alá, és várj meg, még jönnek a szirénázó rendőrök. Teljesen jó. Nekem nagyon tetszett ez a játék, remélem, hogy nektek is. Ha így volt, akkor jelezzétek egy lájkkal, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még új tartalmakat látni tőlem. És még így a videó végén megemlíteném még egyszer a Genesis-t, hogy köszönöm szépen még egyszer, hogy támogatták ezt a videót. Nézzetek rá a fejhallgatójukra, illetve... nem tudom megmutatni, mindegy. De majd mindegy, láttátok már úgy is, de tudjátok, miről beszélek, a tartó, illetve a fejhallgató. Mindkettőt tudom ajánlani. Legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok! Megtorkollak!